Ez a darab, ez tartós, mondhatnám klasszikus. Szóval számomra az most mindig egy élmény felismerni, hogy még mindig milyen jó. És hát, hogy mennyire tudja, milyen nagyszerűen tudja a Karinthy ragozni az emberi kapcsolatokat, hogyan tudja becsempészni az emberi kapcsolatok mögé a történelmet. És hát nem azért mondom, hogy két színész nagyon jó, szóval nagyon tartalmasan játsszák el. Kapok még egy duplát? Hát nem tudom, már lezártam a gépet. Miért? Mikor zárnak? 11-kor. Na, van még 20 perc. Udaroltam én így neked? Melyiket kérdezed a sok félek? Hát igaz, az egyiket a sok közül, nem tudom melyiket. Egyáltalán nem udvaroltál nekem. Na, hát ez a rövid válasz. Ez a helyszín, ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha ide lett volna a darab eleve megírva. És a mi ízlésünk az is a darabhoz lett még hozzá szerkesztve ez az egész, de úgy, hogy nem lóg ki ennek az egész kávézónak a millióiből, mert ugye ez egy kávézó ráadásul, tehát ez van egy működő kávégép. Furcsa, mert életemben először dolgoztam a lányommal. Na most hát túllépni azon a, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen ez most egy hivatalos és munkapróba, nem egy ebédkörüli beszélgetés, amikor beszélgetünk valami darabról, és vitatkozunk, akár veszekszünk is helyette. Itt hát most a hivat, ez nekem furcsa volt, de hát azért győztük a dolgot, és hát végül úgy működött a dolog, mintha színház lenne. Azok az instrukciók, amiktől Dóri megőrül, az engem nagyon szórakoztat. Tehát, hogy ez nagyon... Igen, mert nem az instrukciótól örülök meg, hanem egyszerűen, hát én nem tudom, hogy szerintem az ember ilyen szempontból sosem nő fel, vagy hát a viszonyrendszer nem változik. Tehát én mindig is a gyereke leszek, és bűnös dolgokat, hogyha mond nekem, vagy kér tőlem, akkor nem tudom úgy venni, mint tök tárgyilagosan, hogy egyszerűen csak egy kollega kért tőlem valamit, hanem rögtön azt hallom, hogy na apukám most meg akarja nekem mondani a tutit, és nagyon nehéz, hogy elrendezni magammal. Ha ez esetleg nem derült volna ki, Dóri nem szereti, ha neki megmondják a tutit. Téged nem csábít a kaland? Csak mi ketten. Neki szaradunk az ismeretlennek. Csak te meg én. Volt ez. Rutka Éva is volt, Hámori Ildikó is volt, most van a Szinetár Dóra és a Makranci Zalán. Más színészek, más egyéniségek, más élmények, úgyhogy ez nagy dolog. Ez a csoda, ez a csoda, ez a csoda.